miről a sorozat bemutató adást láthattok, ezúttal a Squid Game került előttékre, ami most szeptemberben, és még most is októberben széjjel verte a világot. Akkor a hype-ot kapottam ekkorát, nem is tudom, hogy mostában olyan sorozat, amelyet nem is nagyon reklámoztak annak előre, kaphat utólagosan ekkora hype-ot. Ezt tudjátok, hogy mitől jött el ez a hatalmas hype? Hát ugye az első kritikák elkezdtek terjedni, meg véleményük, és így egyre többeket érdekelt a sorozat, de főleg a tematikája miatt. Én ebben olyan 100 000%-ig biztos vagyok, mint a franc. Meg annyi sikeres Survivor, álvalóság sonyítjóm ezeket, és Battle Royale és társaik, Hunger Games, bár az inkább egy tínédzser filmben volt, hasonló tematika volt, tehát nem teljesen ugyanaz, de annyi ilyen hasonló film van, ott van például a Menekülő ember, vagy mondhatnám még, viccesen a Dark Knight Rises-nak a, tudjátok, amikor csak annyit kell csinálni, hogy egyszerűnek tűnő feladat, menj végig úgy a égen, hogy az nem fog megrepedni. Tehát nagyon sok olyan film részlet vagy ilyen típusú sorozat, hogy film van, ami már elég nagy siker volt, de egyik se volt ekkora siker, talán 145 millióan nézték meg majdnem a Netflixen eddig. Hát, vagy legalábbis ha nem is nézték meg, de belelestek, na. Mint nekem, ha megnézték a teljes évadot, lenne a totális érték, ami megminősíthető, hogy valami értelme is van. Hát nagyon sokan csak beledíznek egy mér percre a sorozatba is ennyi. Azt nem nevezném végignézésnek, vagy megértésnek. A Squid Game viszont tényleg nagyon népszerű. Annak ellenére mondjuk, hogy az IMDb-n, a port.hu-n, stb. Olyan nagy nézettsége nincs. És az értékelések is a 70-80-nál megragadnak, ami a sorozatok esetén kevésnek tűnik, mert érdekes volt az IMDb-n és a többi pontozó listán. A sorozatok nagyon magas szinten szoktak indulni, vagy akár végződni jó esetben. Tehát itt a 7-8 az nem tűnik olyan soknak, ha ezt így nézzük. Ennek ellenére mégis hatalmas a nézettsége, ha nem is pont ez a 140 valamennyi valójában, de a lényeg az, hogy az érdeklődés az hatalmas, és én továbbra is tartom, hogy a tematikája az, ami ekkora érdeklődési kört hozott, és az, hogy gyerekjátékok állnak a középpontban, egyszerű, de nagyszerű játékok, amelyek halálosan végződhetnek. Úgyhogy ez itt a kulcs az egész, hogy így csavarták meg a dolgokat, mert azért az RTL klubon mégsem végződhetnek így a hasonló sók, meg a TV2-en. Ott is meg annyi túlélő játék van, meg ilyesmi. Itt is igazából az a helyzet, hogy Battle Royale, nagyon népszerűek most a Battle Royale játékok, ugye a videójátékok verkeim belül, illetve az a kezdeni, sokak szerint az eredet ugye a mangák, animék bűvköréből jött el, tehát 20-30 éve legalább meg annyi olyan típusú ilyen animét, mangát láthatott, nézhetett, olvashatott az ember, ami erről szólt, és elindította azt az egész stílust. Akkor is ezeknek volt egy réteg sikere, de ez egy réteg siker volt, ez viszont úgy lesz, hogy masszívnak néz ki, és talán is látom, hogy ez miatt a két-három elem miatt. A legnagyobb baj viszont ezzel a nagy hype-val és a sikerrel az, hogy ebben a sikerben nagyon sok fiatal és gyerek benne van, 12 év alattiak. Konkrétan úgy, hogy a sorozat minimum 16 pluszos, de néhol közelíti a 18-at. És a fő témája az mégis az, hogy halálos játékokról van szó, amelyet meg is mutatnak a halálos sérülésekkel együtt. És itt nem egy-két emberről van szó, aki meghal, hanem nagyon sokról. Ugye a játék célja az, hogy mondhatnak majdnem, hogy csak egy maradhat, mint a hegylakóba. Tehát ennyi erővel lassan a hegylakót is meg lehetne nézhetni a gyerekekkel, az 1-2-3-at, 4-et. Tehát nem igazán értem, míg más 12 pluszos filmeket, sorozatokat meg nem néznek meg gyerekekkel, pedig a témájuk, meg maga a könyvből készült, közelebb áll hozzájuk. De ezt, mert ez most hype, meg mert sikeresek itthon ezek a műsorok, a 40-50-60-70-es korosztályon belül, de még a fiatalok között is, ezért hát most sikeres az a sorozat is. Nagyon jó időszakban jelentették meg, én úgy vélem, amikor ezek a típusú reality, meg tévésók amúgy is sikeresek, akkor kell csinálni egy ilyen Netflix sorozatot. Távol-Keleten meg amúgy is hatalmas siker, ugye ez egy délkorai sorozat, így ott még nagyobbat lehet ugrani a siker teraszán. De csirálkoztam is, meg jót is, rosszat is mondtam, de ezt hozzá kell tenni, hogy a tematikai társadalmi kritikák, illetve a társadalom vonatkozásában, a mai modern társadalom vonatkozásában ez nagyon tetszik. Tehát, hogyha valamit ki kell emelni a sorozatból, az egyetemben az, hogy
foglalkozik a társadalmi különbözőségekkel, illetve azzal, hogy meddig bírunk elmenni a siker, a pénz csillogása érdekében, és hogy igazán most örül a szupergazda is az életének, ki le tudja élni azt teljes részletében és teljes erejében, vagy igazából is unja az életet, ugyanúgy, ahogy más szempontból, de nem teheti meg, ugyanúgy a csodálatos életet nem élheti meg a nagyon szegény is. És igazából ezt a két társadalmi réteget, illetve a két végletet hát láthatjuk úgy fent itt ebben a sorozatban. Jesse Froh az élősködő című télkorai filmhez, ami Oscar-t is nyerti, hasonlítható még a film, a Battle Royale-ok és túlélős sók játékok mellett. Ugye önt a kettőt egy kicsit ötvözték volna, és amíg az élősködős vonal egy elég jó kis érdekes elegy volt, bár már egy klisé sokak szerint, tehát ezerszer láthatunk már ilyen. És én azt mondom, hogy színészileg nem hatottam annyira meg, azért hozzá kell tenni, bár azt tetszett, hogy hát legalábbis számomra, mert lehet, hogy aki legtöbb délkorai filmet, sorozatot, animét nézi, lehet, hogy mind nagy név volt, én nem tudom, de az átlag számára ez valószínűleg nem egy sztárgárdával ellátott sorozat, és ez talán jót tett neki is. A legtöbb sorozatnak manapság sokszor azt érzem, hogy ha jó az alapsztori, legyen az regényből, egyéb dolgokból, akkor és jók a karakterek, akkor el tudja vinni egy olyan gárda, ami nem Brad Pitt-tel kezdődik, és mit tudom én, mondjuk Russell Crowe-val végződik, és köztem mindenféle egyéb nagy név. És ez az a sorozat is, ami az átlagember számára simán így el fogja adni magát, nem kell neki ide nagy nevek, nem is ez a lényeg. A sorozat lényege, a már említett tematika, a körítés, illetve ez a mondani való. És nekem a mondani való az tetszik, de minden más számomra eléggé leegyszerűsített, átlagos és gyenge. Ha sokan nem szerettük azt, még a nagyobb sorozatokban se, ugye legyen az a vikingek romok arca, amikor sokszor csak úgy megbotránkoztatás szempontjából, meg a nagyzolási okokból, hogy majd talán ez rávetíti az eddig nem érdeklődő embereknek a figyelmet is a sorozatra, teleraktuk vérrel és vesztelenséggel. Csak az a szerencse, hogy az pár rész volt egy évadban, aztán később ezek teljesen el is tűntek a sorozatoknál sokszor, valószínűleg kritikák hatására, bár a regényekben is voltak ilyenek, szóval csak nem olyan gyakran. Ott ezeket eltüntették, és ott volt 8-10 egyéb érdekes szál, tehát különálló szál. Itt van 2-3 igazából, de a főszál az végig ugyanaz. Nem tudhatjuk azt mondani, hogy jó, hát ez mennyire változatos ilyen szempontból a széria, míg más széria, akár egyébként a Róma is annó, az elitalakulat is, a Breaking Bad és stb. Képes volt arra, hogy ugyan legyen egy fókuszpontja a karaktere, de mégis el tudott gyökeresztetni 3-4, vagy akár mondottam 8 szálig is, amelyek mind érdekesek voltak. Vagy az új karakterek miatt, vagy az ott történt események miatt, vagy a csavaros történet miatt. És közben lévő egyéb is különféle mondani valók miatt, amelyek egymástól függetlenül képesek voltak arra, hogy a főtörténeten belül kis érdekes történeteket is tudjanak számunkra adni. A kicsit a Witcher 3 is ilyen volt, hogy sokszor egy-egy mellékküldi abban a videójátékban, sokkal érdekesebb volt a főküldi, és saját életet élt, mondhatnánk majdnem a játékon belül. Na, a nagy sorozatok erre képesek voltak, de ez az a sorozat, ami például erre nem képes többek között, de a hype mégis hatalmas. Azt látom, hogy ez a tematika, ami miatt ugye népszerűek a tévéshók is a tévében mostanában, melyek általában nagyon hát egyszerűek, hogy így fogalmazzak, és az olyan rétegnek a szintjén vannak véleményem szerint a szórakoztatás terén. Ezek be tudtak húzni olyan nézőrétegeket, akik eddig nem is nem néztek sorozatokat, vagy ha igen, akkor ma a régi farmahol élünk is ezeket ismerték, és ennyi, csak egy példakört mondok itt magyarországi szinten. Ezt most ki lehet vetíteni más sorozatokra a világszinten. A lényeg az, hogy valószínűleg beszívott olyan új, teljesen új sorozatnézőket, akik eddig nem is nem néztek Netflix-el. És egyszerűen csak ez a tematika kellett hozzá. Nagyon sok ismerős a rokonom, csak a tematika alapján választ sorozatot. Legyen az bármilyen jó, legyen bármelyik, akár kedvenc színészével, addig kedvenc színészével terítve a sorozat, ha a tematika neki nem tetszik, csak mondok valami sci-fi, fantasy, horror, blablabla, akkor benne se néz. És hülyeségnek titulálja ezt konkrétan így mondták.
És tök lényegtelen, hogy alapvetően az egyik legjobb sorozat, nem csak szakmai szinten, hanem szórakoztatás szinten, amiért a sorozatok alapvetően létrejönnek, illetve hát ez hozza nekik a reklámbevételt is, tehát, és ezeket mind hozták ezek a sorozatok, mind kritikailag, mind bevételileg, mind nézettségileg, mind az értékelések szempontjából az interneten, ezek sikeres sorozatok, de a tematikája nem érdekli a dolog nézőt, akkor meg se néző, viszont itt a tematika az nagyon lényeges alapvető elem volt, és behúzta a nézők során. Aztán utólag azért a vélemények már elég megoszlóak, én sem értem, mondom azt továbbra sem, hogy miért nézik kiskorú gyerekekkel ezt a sorozatot, ha akármilyen más filmet nem néznek, ezt ugyanúgy nem kéne. Nem csak hogy a komplexitása miatt, mert olyan szempontból a társadalmi rétegződések, stb. Az még nem biztos, hogy a tantervük részét képezi, és nem mindent értenének meg belőle, egyszerűen nem volt ennyi tapasztalatuk, nem érték át ezeket a dolgokat. Tehát az ilyen szempont komplexitás, mert egy felnőtt számára ez már nem egy komplex sorozat, de egy 11 éves számára az. És ugyanígy a brutalitás, amit láthatunk benne, illetve a játék alap mechanikája, hogy gyerekjátékokat csavarnak át ilyen módra, az eléggé szerintem eltorzíthat bizonyos dolgokat ott a gyermekekben. Nem hiába nagyon sok ismerősöm meg emiatt nem ajánlja, hogy a fiatalokkal nézik meg. Sőt, hát láthatjátok, tele van az internet, és sokszor tínédzserekkel meg fiatalokkal, sokkal fiatalabbakkal is, akik lerajzolják animejét, animációt csinálnak, hogy ilyen animációban is mellette a film megy, akkor van, hogy el akarják játszani a játékokat. Persze nem ilyen veszélyesen, de nehogy kisüljön belőle valahol olyan is, hogy veszélyes lesz a dolog, mert nagyon nagy átéléssel játsszák, élik át tényleg ezeket a játékokat. Ezek a kislányok, kisfiúk, hát a videókon, a YouTube-on lehet ilyenek eseteket látni, és ilyen szempontból elborzasztó a hatása, mert a gyerekek nem veszik észre azt, szinte valószínűleg ezt nem tudják még eddig feldolgozni, hogy milyen nagy dolog is van itt kockázatban, hát egy ember élete, és nem is így tekintenek rá, hogy észreveszem, ugye, egy ember élete, hanem itt egy játék, pedig részben pont az lenne a filmnek, meg a sorozatnak mondani valójában, hogy ez nem egy játék, max annak látszana, és itt ember életekről van szó. De sokkal drámaibb a helyzet, de a gyerekek ezt nem tudják felfogni végrendesen. És emiatt kicsit más lehet majd a személyiségük. Személyiség formálódás az ilyen 10 éves kor előtt kezdődik el, 7-8 évesen. Az iskola is sokat formál rajta, a szülők, a neveltetés, nagyon sok minden, a baráti kör, az osztálytól kezdve, a tanárok, a különböző könyvek, filmek, amiket néz az ember. És egyébként nagyon sok olyan történet, ha ezt hozzá kell tenni gyerekeknek, amelyben lehet, hogy van egy percre félelmetes elem, de nem arról szól az egész széria, vagy a történet, vagy legalábbis nem részét képező 90%-ának az, amit itt láthatunk. És mivel ilyen hosszan látja ezt a részét a dolgoknak a gyermek, így fél az, hogy a személyisége az negatívan fog változni, tehát én ezt nem tenném. Mert részben emiatt is látom, hogy oly népszerű a sorozat, mert mondjuk nem egy ember néző, hanem négy, az egész család. Ezt konkrétan én látom és érzem. Nekem ez valahogy nem annyira jön be. Mert tényleg vannak olyan történetek, mondom, ami hivatalosan fiataloknak íródott szó, stb. De vannak benne felületes részek, de nem az viszi el 90%-ba. És amellett nagyon sok mindenről szól. Sokféle karakterre mondani valóval. Sokkal több értékkel összességben, és többféle értékkel, mint amit itt láthatunk. Tehát ez nekem nem jön be ebben a sorozatban. Nem szeretem azt, amikor valamit csak a tematikája miatt hype-olnak, hogy csak sci-fi, csak fantasy, valami nem emiatt jó. Nagyon sok szar sci-fi van, nagyon sok szar fantasy van, nagyon sok szar ilyen battle royale van, nagyon sok szar dráma van, ami Oscar-t akarnak kapni, de nem fog jó esetben. És nagyon sokféle olyan típusú műfaj van, amiben lehetnek szuper jó filmek és szuper szar filmek. Úgyhogy én ezért már külön szimbólumok, jelek ugye a sorozatból, vagy az a 3-4, már külön brand alakult ki ezekből, tehát most majd a merchandise is nagyon jól fog járni, de ez megint nem egy jó folyamat, ugye, amit kritizáltak a Star Wars óta, amit gyakorlatilag megalakította ezt a merchandise elemet, így a McDonald's-ikkal együtt, az ennek a merchandise-nak a negatív oldala, és most ez a sorozat még emellé is be fog állni, mert mindenhol ezt látom, hogy meglovagolják. De úgy nagyon gyorsan és nagyon durván, tehát nem az, hogy mondjuk pár év után, vagy egy 20 év után befejeződő regénysorozat után, mint mondjuk Harry Potter, Trónok harca, stb. Nél volt,
hanem azt látom, hogy csettintésre alakul ez ki, és ez így még durvább hatást fog kelteni, véleményem szerint. És hát ugye elvileg ez egy minisorozat lett volna hivatalosan, de az utolsó rész alapján, illetve a készítők vélemény alapján lebegtetve nem mondták ki egyetemen, de gyakorlatilag lesz második évad, ki lehet körülbelül kalibrálni is, hogy hogyan. Sokan mondják, hogy kiszámítható volt viszont még a sorozat, egy bizonyos öreg karakter, ennél többet nem mondani, mert ez is talán sok, azért olyan furcsa volt, ennél nem mondanék többet. A lényeg az, hogy azért láthatóak voltak azok a bizonyos eldugott területek. Voltak olyan csavarok is, amit csak azért nem tudhattál, mert sajnálom nem vetted észre azt a milliméternyi részt. Egyébként erről is már van a kikockázott YouTube videók, hogy te, hát ezt már lehetett tudni, hogy te azt a milliméternyi részt te ott láttad korábban. Meg ha láttad a viselkedését az adott karakternek, és akkor már tudhattad, hogy ez is ez történik. Azért ezt én nem rólném fel nagyon negatív kritikának, mert ez már tényleg csak az százezer sorozatot megváltott emberek között volt talán elérhető, hogy tényleg ennyire kivegyen dolgokat. Már az akadémia maga az alap main story, fő story, az nem egy nagy vasizdas, mint már mondottam, és mondják a többiek is. Igazából azt hiszem, az akadémia nagyon van egy flow-ja a sorozatnak, hogy szokták volt mondani, hogy nézetteti magát, pörög, és legalább nem áll le, nem lesz unalmas. Tehát ez egy nagy hívő pozitívum, mert nagyon sok sorozat azért bukik el, mert unalmas lesz nagyon hamar. És itt azt azért nem tudnám elmondani. Ugye egyelőre itthon magyar felirattal nézhető, a Netflix kínálatában. Nem tudom, hogy szinkronnál mennyire lenne más, de hát eredeti nyelven az igazi. Aztán azt tetszett még viszont, hogy a látványvilága ugyanis erős lehetett már sok ilyen hasonló típusú sorozatból, filmből. Meg a korai, délkorai hasonló hát látványvilágból igazából. De tetszett ez a letisztult egyszerűség a dizájnban. Lehet, hogy sokaknak pont, hogy már túl egyszerű volt, így fogalmazok, de nekem bejött. A lényegre összpontosította a dolgokat ilyen szempontból. Úgyhogy ez egy számomra egy nagyon felemás sorozat, vannak jó pillanatai, rossz pillanatai, de nem tetszik ez a nagy hype és ez a hatás, amit okoz. Szerintem egy kicsit negatívan hat. Főleg a fiatal korosztályra. Legalábbis én ezt látom, tapasztalom. Tehát most ezt nem azért mondtam, mert hirtelen kitaláltam, vagy más is írta, bár sokan írnak erről. Én egyszerűen átéltem ezt ismerősök rokonokon keresztül, úgyhogy én ezt szeretném egy kicsit lejjebb nyomni, hogy azért hó, azért ez nem a világ legjobb sorozata. Láttunk már ilyet, csak most ez pont jókor lett bemutatva. Pandémiás időszakban, amikor mindenki több sorozatot néz, és több az előfizetés, Netflixre is, és amikor ezek a tematikájú műsorok pedig dobzódnak a sikerben a tévékben, akkor nagyon jó csinálni belőle egy nagyon költségvetési sorozat is. Ez bejött. Persze ez főtolja dolgokat, de én egy határt, egy korlátot szabnék. Tehát ma már nem annyira szabnak határt a gyerekeknek, az látható, mint korábban. Korábban egy 16-os, 18-os korig sokkal erőteljesebb volt, mint manapság. Hát ezen kéne egy kicsit szerintem változtatni. Ez a sorozat ilyen szempontból nem fog jót tenni, hogyha csak enyhül ez a dolog. De ez csak az én véleményem, viszont a mondani valójában teljesen egyetértek a társadalmi problémák bemutatása, amennyire tudták, és már látott módon is legalább újra előkerült, és tetszettek bizonyos karakterek, tetszettek érdekes ötletek is egy-egy játéknál, de nem tudom azt mondani, hogy elszálltam volna tőle, és látom a negatív hatásait is a sorozatnak. Úgyhogy egy ilyen 55-60%-ot tudnék neki adni, egyszer meg lehet nézni, de én nem nagyon tudnék neki többet adni, nem mondom azt, hogy rossz sorozat lenne, vagy hiper-szuper jó se. Egyszer nem olyan jó, mint amennyire hype-olják. Sokan mondták egyébként ezt a Breaking Bad-re, a Trónok harcára, de úgyhogy nem olvasták se az eredeti történetet, akár regényben se, nem nézték végig még az első évadot se egy 6 és 8 évados, vagy 5 és 8 évados sorozat esetében. Tehát ezt így konkrétan tudom, akik legalábbis én tapasztaltam, hogy ezt mondták ezekre a nagy sorozatokra. Tehát azért egy sorozatnál mindig legalább egy évadot meg kell nézni, hogy véleményt formálj róla, minimum. De főleg ami 8 évados, ott valószínűleg akár legalább 2-t is. De ez csak az én véleményem. Tehát amikor valaki ezzel viszont támad, akkor bizonyítsa is be, hogy végignézte valahogyan, akárhogyan ezt a
6-7-8 évadot, és úgy mondott véleményt, hogy olvast az öt regényt, mert ha ez nincs fel, akkor nála is megint csak ez a helyzet, hogy utálja a tematikát. Most nekem se kedvencem ez a Battle Royale tematika, ezt hozzáteszem, de láttam már jó pár alkotást erről. Korábban láthattuk a Hunger Games-ről, stb. Filmekről beszélgetést, és megnéztem. Láttam a pozitív értékeit, elemét is, illetve voltak mondjuk nekem tetsző, tudom én, színészek is benne, ami egy plusz egyéni dolog volt. De ezen kívül mindenképp mindig adtam neki esélyt, mert benne rejlhet bármely filmben akár egy jó film esélye. Ez nem a tematikától függ, hogy valami film jó lesz, vagy sem. A forgatókönyvtől legfőképp, a rendezőtől és a stábtól, karakterektől, történetszálaktól. Az, hogy egységes-e a történet szabályát, a saját szabályt, amit a saját történet megírt, követi, vagy sem. Azért ez egy elég fontos dolog. Itt az utolsó egy-két rész, az utolsó rész volt szerintem egy lejtmenetednél a sorozatnál, az sokszor a saját szabályait is megszegte. A játék szabályait, értitek? Tehát azért ez egy fontos dolog, hogy a saját idéző világunkon belül a filmek, történetek, játékok, stb. Ne rúgjanak bele az önmaguk fenekébe, mert az nem biztos, hogy jó lesz. Tehát ha felépítünk már egy szabályrendszert, akkor azt a saját történetünkön belül utaltsuk is, mert legyen logikus, legyen leje vége közepe. Mert ha ez nincs meg, akkor az általában negatívan hat. Tehát ezek azok a dolgok, amire figyelni kell szerintem mindenképp, hogy általánosságban legyen az a film bármilyen tematika is. De még a musicalekben is van egy-két olyan film, amit nagyon szeretek, sőt, talán hármat is tudnék sorolni, igen, legalább hármat. Pedig a musicalt én sem nagyon szeretem. Én nem szeretem a musical stílust filmekben, de színházban se annyira. Ennek ellenére egy csomót megnéztem, és három nagyon jót találtam, amit ma is meg tudnék nézni. Szóval mindig van egy-egy jó film, egy jó stílusban, csak ki kell tartani, és ezért legalább emiatt ezt a filmet, vagy sorozatot, minisorozatot is nézzétek meg. 9 részes, nem is olyan hosszú, 8-9 óra, egy hét alatt legalább szerintem, de maximum 2 meg lehet nézni, úgyhogy nézzétek meg, de ne szálljatok azért el tőle. Ennyi lenne csak az én üzenetem, mert ennyire nem jó. Tehát ha láttatok már legalább egy 50-100 közötti sorozatot, akkor tudjátok, hogy vannak bőven jobb sorozatok, karakterek, cselekményívek, karakterfejlődés, színészi játék, egyedi történet és egyedi szabályrendszer, amit be is tartanak. Drámai sorsok és fordulatok, és olyan fordulatok, amit tényleg nem tudtok előre kiszámolni, és erről lett híres egy sorozat egy ideig, amíg az ember mondjuk már a 7-8 évadán már megszokta lassan ezeket a fordulattípusokat, de az első hát 4 évadban nagyon sok sorozatok, amely akár hosszú, és tudja tartani a fordulatok minőségét, egy jó ideig erre képes, hogy tényleg egyedi legyen, és meghökkentse az ember. Tehát ez is egy fontos dolog, de nagyon sok sorozatnál ezek erőltetettek. Tehát látszik már egy idő után, hogy csak próbálják még a jó nézettséget megtartani, de az alapanyag már eltűnt a lábuk alól. Tehát ilyesmi is van, hogy az alapötlet érdekes, de nem tudják azt folytatni. Folytatják a siker miatt, de a másik harmadik évadra elfogyott a puskapor. Mert mondjuk az egy alapötlet is nem éregényen alapul. Ezek nagyon gyakran előfordulnak. És hát remélem, hogy itt nem ez lesz, mert így elvileg ez is egy minisorozatként indult volna, de ekkora siker után jönnek a folytatások. Még talán spin-offok is lesznek, sőt hallom, hogy amerikai remake is készülhet a Squid Game-ből. Hát, most látjuk, hogy ez mennyire lesz jó. A legtöbbször a remake amerikai sorozatok nem olyan sikeresek. Egy-kettő kivétele talán a Killing, mint a svéd és egyéb más sorozatok az eredetiben. Meglátjuk, hogy ha lesz ilyen egyáltalán, akkor ez hogy sikerül. Addig is búcsúzom tőletek. Sziasztok!